Újabb jelzőket talált Márki-Zay Péter, amelyekkel támadni lehet a rezsicsökkentést. Egy gárdonyi rendezvényen népbutításnak és néphülyítésnek, elnézést, néphülyítésnek nevezte a rezsicsökkentést. A baloldali miniszterelnök jelölt korábban ostobaságnak nevezte, hogy a kormány néhány éve csökkentette a lakossági rezsiárakat, és megígérte, hogy ha a kormányra kerül, akkor eltörli a jelenlegi rendszert. Na, a rezsicsökkentés az egyik ilyen népbutítás. Népbutításnak tartja Márki-Zay Péter a kormány rezsicsökkentő intézkedéseit. A baloldal közös miniszterelnök jelöltje Gárdonyban egy lakossági fórumon állította ezt. Szerinte az az igazi spórolás, amit egy hódmezővásárhelyi idős otthon felújításával épp ő valósított meg. Azért, mert napelemek vannak a tetőn, ami megtermeli az áram egy jó részét, napkollektorok vannak a tetőn, ami megtermeli a meleg víz egy jó részét, leszigeteltük a falakat, ami, és nyilázárókat cseréltünk, ami pedig lecsökkenti a fogyasztást. És hogy nem 77%. És ezt a 77%-ot ezt senkinek nem kell kifizetni, mert ezt nem fogjuk elfogyasztani. Ez valódi rezsicsökkentés. A Márki-Zay Péterhez köthető önkormányzati lap a Hód Press júliusban arról cikkezett, hogy a Kovács-Kürri időskorúak otthona egy 2016-os terület- és településfejlesztési operatív program során nyert pályázati pénzt. A projekt teljes költsége 732 millió forint volt, amiből csupán 90 millió forintot tett ki az önkormányzati önerő. Vagyis Márki-Zay Péter úgy próbálta meg eladni hallgatóságának a sikeres energetikai beruházást, mintha az az általa irányított városvezetés érdeme lenne. Csak hogy az úgynevezett top pályázatot nem ő, hanem Hódmezővásárhely korábbi fideszes polgármestere, a 2017-ben elhunyt Almási István nyújtotta be még 2015-ben. Márki-Zay Péter 2018 végén került a város élére. Kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni. A baloldali politikus a benzinár 480 forintos árkorlátját is elhibázottnak tartja. Szerinte arra nem lenne szükség. Több interjújában is amerikai példákat hozott fel. Szerinte az is megoldás lehetne, ha kisebb autókba ülnének azok, akik túl drágának tartják az üzemanyagot. Azt láttam, hogy azok a kollégáim, akik előtte nagy benzinzabáló SUV-kkal jártak dolgozni, és 50-60 mérföldekről is, három kollega ugyanarról a városból 50-60 kilométerre három autóval jártak. Hirtelen a főnököm vett egy hibrid autót, a három kollega egymás között beosztották és felváltva hordták egymást egy autóban. Az M1 kérdésére azonban a múlt héten még nem tudta pontosan megmondani, hogy ő mit tenne az üzemanyagárak megfékezéséért.